Ha valakivel folyton rossz dolgok történnek, akkor elképzelhető, hogy átok vagy rontás van rajta. Frabató van itt velünk, és különbséget teszünk ugye a kettő között, hiszen nagyon nem fontos. Ugyanaz a két fogalom. Így van. Az átok egy ilyen gyengébb kategória, a rontás egy erősebb. Átkozódsz, amikor az autóval eléd mennek. Akkor egy átkot szórsz el, hogy ez legyen, az legyen, valamiért megsértesz az ember, egy negatív energia, ez egy kisebb. Ez, ezért szoktak az autóba hordani mindenféle olyan pentákulumot, amilyen leveszi ezeket az energiákat. Ami rontás, azok már ezek a babák, az tudatosan készül arra valaki, hogy neked a kapcsolatodat megrontsa, csinál egy babát, fényképet tesz benne, megszurkálja. Erre hoztam egy pár dolgot. Kíváncsi lennék, hogy szerinted a három, vagy szerintetek a három baba közül melyik az, ami pozitív baba? Egyik az, sem szimpatikus, hozzáteszem. Azt tudom, azt gondoltam, de várj, szerinted így. Mert így nem látják a nézők. Melyik a pozitív? Ezek itt a babák. Aha. Sündisznó babák. A sündisznó, igen. Hát én a színesre, vagy a gyöngy. Az, ami pozitív, vagy ami nem? Szerintem az pozitív. Hát ezt a kettőt gondolnám pozitívnak. Így van, a sündisznó nagyon csúnyán néz ki. Igen. Az különben az. Tehát a sündisznó igazad van, tehát a sündisznó az mindenfelül megszurkál, az annyit jelent, hogy az egy negatív baba. Nem működjön a keze, nem működjön a gondolatai. A másik, az ilyen párkapcsolati babák, az nagyon jó, azért a sok szín van benne. Meg hát a szíve van kilukasztva szegénynek, gondolom, hogy akkor az... Az érzései feléd jöjjenek. Uh-huh. Tehát azért szúrod a szívét az érzései, azért szúrod a lábát, hogy csak feléd jöjjön a szerelmed, azért a kezét, hogy csak téged érintsen. Azért azt tudod, hogy én ettől írtozom. Tudom, megfogtad. Megfogtad. Igen. Jó, látom, hogy ezek gyertyából, vagy viaszból készültek. Igen, egy viasz, és az a lényeg egy ilyen babának, hogy különböző rítusokat lehet vele csinálni. Egy ilyen babát, amikor lejár, mert mindenek van szavatossága ennek is, el kell égetni. Fölül meggyújtod, és abból is lehet tudni, hogy milyen erősségi rontás van, hogy meddig ég végig. Csak a feje, teste. Ennyien vannak, akik használnak ilyen dolgokat azért, hogy rengeteg, mások rengeteg, tényleg? Rengetegen az interneten most mindenki ezt figyeli, nagyon elterjedt. Olyan dolgokat hoznak be hozzám, hogy én nem is merem mit elmondani, tehát ilyen vérrel átitatott baba, ennek is van különböző formátum. Kinek a vérével átitatott baba? Ha mondok egy nagyon egyszerű történetet, tegnap előtt jött egy hölgy, a fiú megvágta magát borotvával, le egy kis csepp vér. Ő ezt már elszedte, összedolgozta a saját hajszálával, olvast az interneten, hogy mit kell csinálni. Kenyérvérből csinált egy bábút, azt föltöltötte, vére bekötözte, és csinált egy ilyen rituális mágiát, aminek az eredmény az lett, hogy másnapra hát olyan szinte majdnem összeverekedtek, olyan igazából a kötés az működött. Mert nem jól negatív, igen, olyan negatív energiát hozott össze, hogy amikor nagyon közel kerülnek egymáshoz, akkor ez kicsattan kettejük között, és akkor veszekedésé fajul. Ha ez jól van megcsinálva, akkor összeérsz, és szépen simulékonyan megy a kapcsolat. Nagyon fontos. Ez nagyon érdekes. Most akkor igazából az lenne a kérdésem, hogyha tegyük fel, én benne vagyok egy olyan párkapcsolatban, esetleg nem tudok úgy kiszállni, akkor lehet, hogy rajtam is egy ilyen rontás van, vagy lehet, hogy egy ilyen hasonló eszközzel fertőztek meg? Elképzelhető. Ti eleve veszélynek vagytok kitéve, mert a médiában szerepelsz. Tehát vagy eleve az átok működik, mert vagy szerint szimpatikus vagy, vagy nem. De ha te egy jóképű srác, hogy kinéz téged egy olyan hölgy, akit még sose láttál, és elkezd otthon manipulálni egy ilyen bábúval, vagy a fényképeddel, ha nem ügyes, akkor nem tudja szétszedni a meglévő kapcsolatodat, de rongálja. Tehát sok veszekedés kezd, elindul egy veszekedési hullám, valahogy nem tudtok harmonikusan együtt élni. És ebből több van, összeadódik, ez egy egységi áll össze, erre nagyon kell figyelni. Hogy tudom ezt megállapítani, hogy most valóban egy ilyenről van szó, vagy csak olyan minimális problémák vannak kapcsolatban? Tehát, hogy ezt hogy lehet megtudni, hogy van-e rajtam? Hogy valóban, nagyon egyszerű, mindig tele, most tökéletes ez a mai nap, újhold van. Tehát mindig ez a 14 nap újhold, amikor növő hold, teleholdig megyünk, akkor annyit csinálsz, hoztam egy ilyen fehér gyertyát. Igazából nem azt kell megállapítani, hogy van-e, mert ez mindig lesz. Tehát mindig újra kezdődik, mindig történik, hanem le kell védeni magad előre. Annyit csinálsz, hogy akivel párkapcsolatod van, fogsz egy tollat, ráírod a kettőtök nevét, akárha neked szimbolikusan egy szívbe belerajzolod, de a név rajta van, két gyertyát meggyújtasz, ezt este 8 körül, tehát éjfél előtt ez nem éghet, egy órát hagyod égni, úgyhogy a papír meg a két név közötte van, és utána a papírt
elégeted a jobb szélső gyertyánál, a jobb szélső gyertya lángjánál, akkor ez azt jelenti, hogy nem sokáig, de a következő egy-két hónapra van egy védelmetek bármiféle negatív dolog ellen, nem pont attól, hogy egy valaki belenyúljon a kapcsolatba, de most ugye utazások jönnek, nyaralás, ott se történjen semmit, tehát egy általános védelmet jelent. Most a kapcsolatról beszéltünk, de akkor anyagiakról is szó lehet akár, vagy persze, egészségről? Annak is megvan a fázis, az telehold, az egy, hát pont olyan gyertyát nem hoztam. Tessék, az az arany? Arany, igen, aranygyertya. Látod már, hogy kitanultam itt a mesterséget? Igen, te figyelsz, te kispadáván. Ugyanaz, hogy fölírod a kívánságodat, úgymond az anyagi dolgokat, a pénzt, ott annyit csinálsz, hogy az aranyszínű gyertyát ráteszed a papírra, tehát hogy ráfolyjon, egy órát éget, az pont teleholdkor kell csinálni, itt is tévhit van, mert telehold nem ilyen félkor van, hanem valamikor délután, kettőkor, négykor, ezt meg kell nézni, interneten utána lehet nézni. Ez szépen ráfolyik, és ahogy ez folyik, és úgymond könnyezik a gyertya, összeég a színnel, az aranyszínnel és a kívánságoddal, úgy vonzod be azokat az energiákat, amik hozzásegítenek majd az anyagi jóléthez. Uh-huh. Rengeteg variáció van. Az maga egyébként egy átoknak számít, és azt magunkon viseljük, hogyha valaki szid minket? Igen. Igen. Az de akkor az nem egy olyan örökérvényű dolog, hanem... Nem örökérvényű, de ha folyamatos és sokszor van, például itt most megint visszatérek a médiára, sokszor szerepelsz, látnak a tévébe, de ha kimész az utcára, akkor azonosítják, hogy olyan szimpatikus, milyen csinos ez a lány, mit tudom, de amikor múltkor, akkor nem tetszett, elindul egy folyamatos negatív energia, ez a sok lúgy disznót győz, sok apró pici, mondjuk a te erősséget fér egy 100 emberével, de mit tudom, hogy 2000 ember gondolkozik negatívan feléd. Légy akkor... szeressetek, mindenki szeressetek. Így van, szeressetek. Én ezért hordok ilyen láncokat, pont az előbb erről beszéltünk, mert vannak ilyen személyes kis rituáléim a gyűrűvel, de amikor elfelejtem, hogy nekem kéne csinálnom valamit, hogy automatikus védelmet, mindig egy láncot fölveszek, az automatikusan levéd engem ezektől. Hogyha valaki esetleg ilyen átkot vagy ilyen rontást akar ugye másra tenni, akkor ez vissza is üthet? Így van, így van. Ha hát itt vitatkozás van, mert igazából azért véd ilyen talizmán, meg azért van ilyen piros szallag, hogy megvédjen téged, de ha ez jól van megcsinálva, akkor visszamegy odahoz, aki indította. Uh-huh. Tehát ilyenkor szokott ilyen elméletlen, hogy nem szabad visszaküldeni, de ez automatikus. Tehát ezt nem tudod kivédeni. De ez mit kell viselni? Bármi olyan nyakláncot vagy valamit viselhetsz, ami neked szimpatikus, nekem is több van. Tehát én reggelente a napomat úgy kezdem, hogy ami éppen szimpatikusnak tűnik, hogy úgy érzem, hogy jól áll a ruhához, azt fölveszem, de teleholdkor mindéket levédem, feltöltöm egy bizonyos energiával, mert csak akkor lehet. Előre gondolkozom, előre megcsinálom ezeket a talizmánokat, hogy utána már akkor tudjak válogatni, amikor akarom. De tehát maga a forma, mindegy. A szín teljesen mindegy. Az már a komolyabb dolog, hogy pentagrammal, hexagrammal, van, aki magára tetováltatja, hogy védje. De az egyszerűbb dolgokban ez bőven jó. Uh-huh. Valami olyan nyaklánc, olyan gyűrű, ami neked szimpatikus, és az megadja a védelmet. Lényeg, hogy fel kell tölteni. Így de gondolom, van. Erre nem mindenki képes. Manapság nagyon sokan csinálják. Tehát az interneten rámész, hogy talizmán vagy védelmi amulett, akkor az alapból írja mindenki, hogy ezt fel kell tölteni, előtte letisztítani. 5 perces művelet. De azért ez veszélyes, szóval azért az interneten olvasottakat ne feltétlenül kövessük. Vannak súlyos dolgok, amit nem szabad. Uh-huh. Tehát azért az átok, az egy egyszerű, itt lehet gyertyákat, de ami rontás, ami már ilyen babával töltött, érdemes egy szakemberhez elmenni, mert az nem egy olyan dolog, amit egyszer meg lehet oldani, az folyamatosan hetente végig kell kísérni. Honnan tudjuk azt, ha már ugye ennyi információ van az interneten, hogy az úgy megfelele a szokásos eljárásnak, vagy mondjuk pont rosszat teszünk? Én igazából azt szoktam erre mondani, hogy mindig nézd meg azt, hogy van-e arc az internet mögött. Tehát amiket olvasol, arc nélkül írogatnak mindenfélet, akármilyen főpap, mágus, mit tudom, tibeti boszorkány, de nincs mögötte semmi. Uh-huh. Az már egy olyan dolog, ami nem valós. A másik, hogy írsz valahova, meg az adataid, és majd 3-4 hét múlva visszaszólnak, az megint nem valós. Tehát valami folyamatos kapcsolattartásnak kell lenni. Akkor, ami névvel, arccal vállalja valaki az egészet, akkor a hitvilág az más. Máshogy jön le. Hát Prabhatot lehet hívni a mai délelőtt folyamán, ha esetleg valaki úgy érzi, hogy átok vagy rontás van rajta. 0635 15 93 99, ez a szám, az adás végéig várod a hívásokat.